egész környék ezt hallgatja, amikor a Penhurst próbál. Ez kérem szépen vérlázító! Na, a Decibel ebbe volt rendesen, fejrázós, kőkemény metálnóta lett Miss Mood dalából, de azért elektronikát is pakoltatok bele rendesen, nem? Miket lehet hallani, mert szinti futamok föltűntek? Ami igazából benne van, dubstepes elemeket tartalmaz a dal, még sikerült belecsempészni egy ilyen gospel kórust is igazából, mert úgy gondoltuk, hogy kívánja. Cintányér nyúzó hírében állsz, Gergő, te mint dobos vagy? Hát ez egy ilyen műfaj. Hát sajnos ez egy ilyen műfaj, én magam szerencsére eddig nem törtem, zúztam a tányérokat, de mióta bekerültem a zenekarba, azóta színtányérjeim nagyjából egy ilyen 2-3 hónap után ebbe a formátumba kerülnek el. Legutóbb megtanultunk olyan metálos kifejezéseket, mint a scream, vagy inkább a jell, ami talán még idegenebb. Ebbe ezt sikerült valahogy beépíteni? Hallasz mélyeket, hallasz magasakat, a mélyek általában growlok vagy false chordok, a magasak fryok vagy jellek. Fry gyakorlatilag egy agyonrekesztett fejhang, egy magas hörgés tartomány. A growl az a mély öblös, hát az teljesen más, hogy képzed, mint a Fry-t. Tudom, hogy vársz rám, hogy valahogy vársz rám, tudom, hogy vársz rám! Dóri, akkor ezt majd így kéne ezentől a koncerteken csinálni.